Ennek az igaz történetnek, amit most szándékszok elmondani, azt a címet adom, a történet úgy kezdődik, hogy 1933. május 28-án egy édesapa kézen fogott egy kisfiút, és a lakhely közelébe lévő térre kivitte, ahol abban az időben az a kisfiú sokat-sokat játszott a pajtásaival. A téren, amely a jelenleg országzászlónak ad helyt, a debreceni jelenleg úgy hívják Bem József tér, abban az időben Magos György térnek hívták, egy hatalmas nagy talapzat állt, és csakhamar ehhez a talapzathoz egy nagy-nagy láda érkezett, melyben látható módon nehéz súly lehetett. Gondoltuk mi fiatalok, hogy valószínű, hogy abban egy szobor van. Valóban a szobor csakhamar a talapzat tetejére került, és a legnagyobb meglepetésünkre egy női alakot láthattunk, igen ám, de a női alak az nem dacára annak, hogy egy szép testű női alak volt, de egy torzó volt. Vagyis mindkét lába és bal keze amputálva volt. Az arc maga fájdalmas tekintettel felfelé nézett, a jobb keze pedig körülbelül ilyen helyzetben az arc mellé került. És akkor kérdeztem, mivel hogy ez a 8 éves kisfiú én voltam, és az az édesapa az én édesapám volt, kérdeztem őt, hogy mi ez a szobor? És akkor apám a következőket magyarázta, fiam, ez a szobor az országot jelképezi. Azt az országot, amit ma úgy hívnak Csonka Magyarország. Én, aki hát 8 éves lévén nem igen tudtam azt, hogy mi az, hogy Csonka Magyarország. Akkor magyarázta meg édesapám azt, hogy valaha volt egy Nagy Magyarország, de ma ezt a Nagy Magyarországot Csonka Magyarországnak hívják, és ezt az országot jelképezi ennek az anyának az alakja itt előttünk, akinek végtagjait amputálták, az országnak is kétharmad részét idegen környező államoknak odaadták. Rendkívül igazságtalan döntés nyomán történt mindez, és ez az igazságtalan döntés Trianonban 1920. június 4-én született meg. No, apám még mást is elmondott. Azt is elmondta, hogy ez a szobor egy angol lordnak, egy sajtómágnásnak a gondolataként merült fel, aki érdekes módon ismerhette meg Magyarországnak e szomorú történetét. Nagyon röviden próbálom elmondani, hogy hogyan. Az időben 1927-es években élt Pécsett egy fiatalember, akit Somogyi Oszkárnak hívtak. A Pécsi Jogi Egyetemnek a hallgatója volt, de mivel az egyetemnek az elvégzése abban az időben igen-igen sok pénzbe került, elhatározta, hogy ő elmegy Párizsba, és ott megpróbál
több pénzt keresni a tanulmányai folytatásához. Így került a párizsi Celtic Hotelbe, mint segédszakács. Majd a segédszakácsi minősítéssel és tudással egy másik hotelbe került, a Hotel Majestic Hotelbe, ahol igen-igen megvoltak ezzel a diákkal, aki egyébként több nyelven, angol, francia, német, olasz nyelven, stb. Tudott, művelt diák, és igen-igen ügyes, szorgalmas ember lévén ajánlott neki egy másik állást. Ugyanis ebben a hotelben lakott két fiatal gyerek. Egy angol lordnak, akit úgy hívtak, hogy Lord Rothermer, az unokái voltak, ők, aki a fia gyermekei látogatására érkezett Párizsba, és a Hotel Majesticnak a tulajdonosát kérte meg, hogy kerítsen neki egy olyan tanárt, aki a gyermekei oktatója lehetne, nem csak oktatója, hanem szinte nevelője is a fiatal gyerekeknek. Na, így került a szálloda tulajdonos ajánlására Lord Rothermer sajtómágnáshoz, s annyira megkedvelte őt a sajtómágnás, hogy megkérte arra, hogy beszéljen a hazája történetéről. Így került sor arra, hogy Somogyi Oszkár a beszélgetések egyre jobban elmélyültével megismertette a lordot 1920. június 4-e történetével a Trianon szörnyű igazságtalanságával. Annyira megillette, meghatotta Lord Rothermert a történetnek a megrázó valósága, hogy elhatározta, hogy a világszerte ismert lapjában, az Daily Mail című újságban sorozatot indít a történet igazságtalanságának, döntéshozatalnak a megismertetésével világszerte mindenhová, mindenhol, ha lehet. Így sorozat indult meg a Daily Mail című újságban, de annyira hatott a szívére a történetnek a valósága, a Lord nem csak szavakkal ezentúl, hanem tettekkel és pénzügyi támogatással, és a valóság olyan módon történő elképzelt átalakításával tudja segíteni az országot, hogy hát ha sikerül a döntést megváltoztatni. Ennek érdekében tett, több mindent tett. Ezek közül csak kettőt mondok el, illetve hármat mondok el, mégpedig első ízben támogatta az első magyar óceán repülőket, akik első ízben repültik át Amerikából az Atlanti-óceánt a igazságot Magyarországnak, Justice for Hungary című repülőgéppel, megelőzve az előzetesen Lindbergh ezredes által elért valóságos óceánrepülést, sokkal hamarabb értek el, míg Lindbergh ezredes Párizsba, ők majdnem Budapestig Bicskére érkeztek el. De nem csak ilyen jellegű volt a támogatás, hanem például irodalmilag is segítségére volt Magyarországnak, irodalmi díjat alapítva, díjat kapott a többek közt Kosztolányi Dezső, Krúdi Gyula és Móricz Zsigmond is,
de a legfőbb és a mi szempontunkból jelenleg legérdekesebb adománya egy fantasztikus gondolatnak a kivitelezése volt. Párizsban lévén Lord Rothermere felkereste a párizsi művészeti élet a szobrászoknak a társaságát, és a párizsi szobrászoknak a legfőbb vezetőjével, Emil Guillaume nevű, igen nagy nevű, jó nevű, ügyes, tehetséges szobrászművésszel két szobrot rendelt meg a szobrászművésznél. Ez a két szobor ugyanazt a személyt ábrázolta, mint a két szobor, csak hogy az egyik egy törzs tulajdonképpen, egy végtagjaitól, bal jobb lábától, bal karjától megfosztott, elkínzott arcú női személyt ábrázolt, aki a jobb karját körülbelül ilyen módon felé néz, az ég felé néz, és a másik szobor ugyanezzel az arckifejezéssel, ugyanezzel a mozdulattal, de teljes épp testben láttatja ugyanazt a szemét, ugyanazt az alakot, és a szándék az volt, hogy a két szobor egymással szembe, körülbelül 8-9 méter távolságra egymástól, egy talapzatra, egy lépcsőzetes talapzatra állítva, középen Csonka Magyarország, illetve Nagy Magyarországot, és benne Csonka Magyarországot ábrázolva, a legmegdöbbentőbb módon hirdesse a trianoni szerződésnek a szörnyű igazságtalanságát. Mégpedig úgy, hogy a két szobor közt a talapzaton Nagy Magyarország alakja, benne pedig Csonka Magyarország térképe legyen látható. Na most a helyzet az, hogy a szándéka az adományozónak az volt, hogy Debrecennek adja mind a két szobrot, hogy ez legyen felállítva, mégpedig a jelenlegi Bem téren, de a Nyíl utcához, tehát a jelenlegi Bem tér, régen úgy hívták Magos-György tér, annak a Nyíl utca felőli sarkán legyen felállítva, közel 8-9 méter távolságra egymástól, hirdesse a trianoni szerződésnek az igazságtalan voltát a lehető legmegdöbbentőbb módon. Igen ám, a terv nagyon szép, nagyon okos, de az akkori országos vezetők és városi vezetők nem fogták fel a jelentőségét. Irigyek voltak egymásra. És mi történt sajnálatos módon? A budapesti főpolgármester, tehát 1933 májusában volt ez, Sipőc Jenőnek hívták, magának követelte az egyik szobrot, mégpedig az éptestű nő szobrát. A torzó szobor pedig maradt Debrecennek, és a debreceni polgármesterrel, akit úgy hívtak, hogy Vásári István, megegyezni nem tudtak, hogy egy helyre kerüljön a két szobor. Így nem valósult meg Lord Rothermere adományozó valóságos elgondolása és nagyon-nagyon szép álma. A budapesti jelenleg Szabadság térre került az éptestű szobor, mégpedig az akkor ott lévő, úgy hívták az országzászlót, hogy ereki és országzászló, négy észak-dél-kelet-nyugat szobor, Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotásai közelébe lett felállítva az éptestű női szobor, és akkor egy darabig ott állt, majd mi történt a történelemvel, a háború végével az, hogy a szovjet csapatok megszállták Magyarországot,
meglátták egyesek a baloldali, túlzó baloldali gondolkodású, nevezzük nevén őket, kommunisták, meglátták azt a szobrot, ezt a nőt, aki így tartja a fejét, kezét és elkínzott arccal néz fölfelé, akik nagyon jól tudták, hogy az a szobor Nagy Magyarországot jelképezi. A cél az, hogy Debrecenbe kerüljön, közel egymás mellett fejezze ki a trianoni döntésnek az igazságtalanságát. Innen gyorsan el kell távolítani a Nagy Magyarországot jelképező női, gyönyörű szép női testet, testnek a szobrát. Gyorsan elvitték egy budapesti fürdő elé, mégpedig a Palatinus strand elé, és akkor már nem Nagy Magyarország volt a neve, hanem az, hogy fürdőző nő. Hiszen a strand előtt milyen szobor álljon, jelképezve a strand rendeltetését, ha nem az a nevű, hogy fürdőző nő. Nem sokáig állt itt sem ez a szobor, mert egyesek nagyon féltek attól, hogy hát ha rájönnek mégis arra, hogy mi a rendeltetése ennek a két szobornak, amely jelenleg már Budapest-Debrecen távolságban, de távol voltak egymástól. Féltek attól, kegyetlenül féltek, hogy netán valaki ismét közel hozza, Debrecenbe hozza a budapesti szobrot, és akkor felállításra kerül, és úgy valósul meg, hogy az tényleg az igazságtalan döntést fogja jelképezni, negyedjére mondom, hihetetlen, megdöbbentő módon. Még távolabb kell vinni. Hova? Az ország legtávolabbi, legnyugatibb részére. Így került az éptestű női szobor Balf község fürdőkórházának az udvarára, ahol ott van most is. Telnek, múlnak az évek. Ma már a helyzet megérett odáig, hogy ezt a Balfon lévő szobrot most már, tessék csak elgondolni, 1933 a szobor felállításának a tervezett időpontja. És hányat írunk ma? 2013. január van ma, január 1-e, amikor ezt a szöveget mondom. 80 év! 80 év elteltével egy szoborcsoport nem tud megvalósulni. Mégis biztató tényeket kell most hirtelen elsorolnom, mégpedig a következőket. Amikor én 1945. június 27-én orosz hadifogságból szökve, akkor, amikor Debrecenbe értem, ezen a napon jóformán alig engedtek, sőt, egyáltalán nem engedtek hadifoglyot haza az oroszok, megszöktem, hogy hogy, mint, hát annak egy másik történet az, ami hírulathatná, hogy hogyan, de a lényeg az, hogy úgy kerültem Debrecenbe, hogy a magyar Dálnok Miklós Béla hadsereg, a kommunista hadsereg vette le rólam a katonai egyenruhát, amit önkéntesként vettem magamra. Rángatta le első ízben azt a kis lábamra szabott nagyszerű kis utász csizmát, amit akkor kaptam, amikor önként bevonultam katonának. Miért? Azért, hogy levegyék rólam a vadonatúj katonai zubbonyt maguknak. És kérem szépen, helyébe adtak
egy rohadék bakkancsot. A bakkancs mind a két talpából kikandikált, mind két lábon nagy ujja. A szakadt nadrágból kilógott a térgyem, és így tovább a zubonyból ugyanaz. Tehát féltem hazamenni. És amikor végül is, végre, egy bujkálás után, amely bujkálás egy nagy talapzat mögött volt, annak a szobornak a talapzata, amelyre végül is rákerült a torzó női alak, ránéztem akkor erre a torzóra is. Úristen, hogy kell látnom az anyát, azt a torzó anyát, tetőtől talpig, szurokkal, feketére lekenve. És akkor teltek múltak a napok, és a torzó eltűnt. Hogy ki emelte le, ki hova tüntette el, még a mai napig sem lehet tudni. No, majd ismét eltelt jó hosszú esztendő, 1945 óta 1985-ig. 85-ben kezdett a politikai feszültség enyhülni úgy, hogy szóba került a két szobor, mivel hogy új helyre került a két szobor, illetve az a két szobor, amelyről még nem beszéltem, ugyanis a torzó szoborral együtt a Városszépítő Egyesület segíts, a Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesület elnökeként, hiszen abban az időtájban később, 85-ben már ennek az egyesületnek én voltam az elnöke. Sürgettem azt, hogy a Hajdú Böszörményben lévő magyar fájdalmat ábrázoló torzó és Gróf Tisza Istvánnak az ugyancsak Hajdú Böszörménybe elhelyezett szobra kerüljön vissza Debrecenbe. Vissza is került mind a kettő, de az éptestű női alak továbbra is maradt Balf községben. Akkor miután 2000-ben fel lett állítva a torzó szobor a jelenlegi Bemp téren, amely így néz ki, tehát a torzó alakja, akkor abban az időben született meg a terv, hogy egymás mellé kell hozni az eredeti Lord Rothermer által elgondoltaknak megfelelően a szobrot a Bemp téren, és el kell helyezni úgy, ahogy azt az adományozó elképzelt tervezetet, amely így néz ki. Tehát itt a torzószobor, amely jelenleg is Debrecenben van. Itt van a jelenleg Balfon lévő, tehát még Balfon lévő szobor, amelyről most el kell mondanom azt, hogy hál' Istennek sikerült védettség alá helyezni ezt a szobrot. Megvan a remény arra, hogy 2013 évben a szobor körülbelül így fog kinézni. Mint ahogy láthatók ezeken a képeken az, hogy az éptestű szobor hihetetlen módon az idők által elszíneződött, patinássá vált. Nézzük csak meg egy néhány formáját, háta felől fényképezve a Balfi szobor, és így tovább. Tehát az elképzelés, hogy körülbelül így kell, hogy kinézzen az a szobor, aminek
ez évben mindenféleképpen Debrecenbe kell kerülni. Még egy érdekességet hagyd mondjak el. A köztük lévő térbe helyezett térképen Nagy Magyarországnak az alakja, a térkép vonalai középen helyezkednek el, az elrabolt, másoknak ítélt terület patinás zöld maradna, ugyanúgy, mint a Balfi szobor, a közepén lévő Csonka Magyarország pedig, amely a trianoni döntés következményeként vált Csonkává, fényessé marad, fényes legyen, ugyanúgy, mint a torzószobor, amely 2000-ben került a helyére, felújítva Györfi Lajos szobrászművész által, aki öccse a Györfi Sándornak, akinek a hivatása lesz majd felújítani ezt a szobrot. Ez fényes alakban, tehát maga a ország határok is kifejezik majd az 1000 évnek az elmúlását, a több mint 1000 évnek az elmúlását a térképeik megjelenési külső alakjában. Jelenleg a helyzet, mint mondottam, az, hogy védetté van nyilvánítva a Balfi szobor, és hál' Istennek, az én gondolatomnak akadt követője, nem csak én voltam a kezdeményezője a szobrok egymás mellé történő elhelyezésének 80 év elteltével a trianoni szerződés után, hanem mások is, akik erre a feladatra pénzt gyűjtöttek. Tessék elképzelni, hogy a szobor csoport megvalósításának a költségeire a fedezet, a pénzügyi fedezet megvan. Nagyon komoly dolog ilyet ma kimondani, hogy a pénz megvan. Mi hiányzik hozzá? Megmondom, meglepő lesz. A jelenlegi Debrecen városi kormányzat hozzáállása hiányzik hozzá. De minden remény ugyancsak megvan arra, hogy ez évben ezt is sikerül elérni, hogy a város vezetősége, a város képviselői, de nem utolsó sorban a város polgármestere hozzá fog járulni ahhoz, hogy megvalósuljon Debrecenben az a szobor, ami a lehető legigazságtalanabb történelmi döntést közhírré fogja tenni, láthatóvá fogja tenni a döntést e szoborcsoport formájában. Itt középen lesz egy régi módi jellegű írástekercs. Erre az írástekercsre pedig egy 4 versszakos rövid vers lesz felvésve, amely minden látogató, minden olyan személy előtt érzékeltetni fogja a szobornak a rendeltetését, de azzal egyidejűleg azt a szörnyű, igazságtalan döntést, ami kifejezi ezt az igazságtalanságot. És ugyan hogyan is fejezhetném ki ezt a gyors történelmi jellegű esemény elmondást, mint azzal a verssel, ami itt fog megjelenni a tervek szerint,
a két szobor közt ilyen formán, amelynek a címe Trianon. Befejezéseként ismertetőmnek engedjék meg azt, hogy ezt a verset most elmondjam. Tollakkal szabdalt vérző sebhely, palota. Magyar életre feszítő abroncs, kaloda. Krisztusi kereszt, korona. Feltámadást rejtő, üdvösséget adó, Golgota. 1920. június 4. Trianon.